Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Rieg Lajos parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok, képviselő úr. A szokásos havi esemény értékelőnkön, ha lehet így fogalmazni. Kezdjük talán a fejlesztésekkel, illetve a szükséges fejlesztésekkel, hiszen ön több ügyben is kérdéssel, írásbeli kérdéssel fordult az illetékesekhez. Így például mindjárt, ugye, amiről már korábban is szó volt, az Ajkai Kórház fertőző osztályának az ügye. Ön ugye írásbeli kérdést tett fel ezzel kapcsolatban, milyen választ kapott? Meg is érkezett a válasz, a tegnapi napon olvastam el, Rétvári Bence államtitkár úr válaszolta a miniszterhez feltett kérdésemre. Hát sajnos a válasz az, amire számítottam. Tehát a fejlesztés az nem valósul meg itt az Ajkai Kórházban, hiszen a válaszában leírta államtitkár úr, hogy az igazgatónőnek a prioritása és az én prioritásom nem ugyanaz. Tehát én megértem igazgató asszonyt, hogy egy intézménybe fel kell állítani azokat a prioritásokat első, másod, harmad fokon, amelyik a legszükségesebbek egy intézménybe, hogyha fejlesztésről van szó, és elsősorban ő az eszközfejlesztés választotta. Ez is egy elgondolkodásra ad azért okot nekünk, hogy azért itt felszerelések hiányoztak ebből az intézményből. Ott van a másik része, ugye az épület állagának a romlása, ami véleményem szerint egy megoldandó probléma, és hogyha jól olvastam ki a számokba, ez közel 900 millió forintos fejlesztésből valósulhatna meg, amire már tervezet van is, tehát ez már egy elképzelés volt a kórházvezetés részéről, viszont a kormányzat jelen pillanatban nem gondolja úgy, hogy fejlesztenének, annak ellenére, hogy az igazgatónő valóban nem kérte ennek a fejlesztését, ő felállított egy prioritást eszközbeszerzésre, és ez már nem került sajnos bele, hiszen ő egy keretből gazdálkodott, hogy mekkora az a keretösszeg, amiből ő kérhet egyáltalán. Tehát ez az épületnek a felújítása, az még várat magára 2018-ig, hogyha akkor kormányváltás lesz, akkor majd megoldjuk ezt a problémát. Itt Ajkán is, vagy az ország más területén is. Azért, hogyha már azt hangsúlyozzák a televízióban, hogy 21. századi egészségügyi rendszer várja a gyógyulni vágyokat, a 21. századi rendszerbe egy 19. század minőségű épület véleményem szerint nem tartozik vele, és az uniós forrásoknak a nagy része azért azt a cél szolgálná, hogy ezeket az épületeket felújítsák, energiahatékonyát tegyék, így ezáltal a kórháznak a kiadása oldala is csökkene, tehát a távfő, a fűtésnek, energiafelhasználásnak a mérték azért nagy részbe csökkenne ezek által, a felújítások által. Bár Lázár János éppen arról beszélt, ugye nem régiben, hogy a középületeket fogják korszerűsíteni pontos uniós pénzből. Tehát így akkor van. Ez így kimarad itt a... Hát valószínűleg ezeket a közigazgatási hivatalokat, államhivatalokat próbálják elsősorban, önkormányzati épületeket, ingatlanokat próbálják meg ebből felújítani és energiahatékonyságán javítani, de én azt gondolom, hogyha amíg van olyan kórházi épület, ami nem felel meg a 21. század vívmányainak, addig arra kell fordítani. Hogyha a tapolcai kórház helyzetét nézem, ugye ott is volt egy több mint 2 milliárd forintos beruházás, ami egy részét ugye sújtotta az aktív ágyaknak a megszűnése, de 2 milliárd forintba került. Ott minden egyes épületrész fel lett újítva, és hogyha most már napelemeket is helyeztek el, tehát a gazdasági szempontokat is figyelembe vettek. Ugyanígy Ajkára is ugyanez a beruházás ráférne, hiszen azért nagyon nagy kapacitás jött át Tapolcáról ide Ajkára. Én azt gondolom, hogy az Ajkai Kórház is megérdemelni ezeket a fejlesztési forrásokat. Tehát akkor egyelőre ez az ügy ad akta? Nem, tovább ütöm én a vasat, amíg meleg. Én azt gondolom, ebből már felszólaltam egyszer, és újból egy azonnali kérdéssel fogok fordulni, mert ezzel a válasszal se az ajkaiak nincsenek kisegítve, én meg nem fogadom el. Tehát az, amikor kétfajta prioritást állítunk fel, az igazgatónő prioritását és az én prioritásomat, lehet, hogy ez nem találkozik, és azért nem találkozik, mert az igazgatónő, amit elmondtam, egy keretből gazdálkodhat, és ő azt nézi, hogy az intézménye, hogy működőképes legyen, elsősorban mik azok az eszközök, beruházások, amit meg kell valósítani a kórházba. És lehet, hogy a harmadik helyen állt, sőt, biztos vagyok benne, hogy a harmadik helyen állt ennek az épületnek a felújítása, rekonstrukciója, de sajnos ebben a keretben nem került bele. Nyilván az elsődleges a napi működés, így tehát az, amit mindenképpen biztosítani kell, természetesen kórházban különösen, tehát nem lehet megállni semmilyen percese. A másik ugyanilyen ügy, ugye, amire ön is szintén írásbeli kérdéssel fordult, a Nyírád-Tapolcai útnak az állaga, ami rendkívül rossz. Na most miért érdekel ez minket itt Ajkán, képviselő úr?
Ez is ugye a betegforgalommal nagyban összefügg, hiszen azt elmondtam minden egyes adásban, amikor egészségügyről volt szó, és Ajka Tapolcai egészségügyről, hogy amióta megszüntették ugye Tapolcán az aktív ellátást, a fekvőbeteg ellátás 70%-a az Ajkára csoportosult. Tehát ezen az úton zötyögtetik végig, ugye a Tapolca környékű, sőt a balatonparti betegeket is, és hogyha járt mostanában arra, főleg így a tél leköszönése után, azért nagyon sok olyan kátyú alakult ki, ugye, ami a fagynak köszönhető, és volt egy-két hely, ahol 40-es korlátozó táblák voltak kitéve. Tehát most elképzelhetjük, hogyha egy súlyos állapotú beteget ezen végig zötyögtetnek Ajkáig, az milyen állapotba kerül a kórházba. És az hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy tavaly év végén decemberben minden egyes területi országgyűlési képviselővel a közútkezelőnek a vezetője leült, és elmondta azt, hogy melyek azok az útszakaszok az ő választókerületébe, amelyek felújításra kerülnek. Ez az útszakasz nem volt benn, egy közel 4-4,5 kilométeres útszakasz Sümeg, illetve talán Devecser közti útszakasz, ami felújításra kerülne. De hát, hogyha járjuk a körzetet, járjuk a megyét, szerintem minden egyes állampolgár tudna a saját körzetéből, saját lakás környékéről mondani, lakókörzetéből olyan útszakaszt, ami megújításra szorulna. Én azt gondolom, itt, hogyha magamnak szeretnék igazat adni, és miért is ne, itt megkérdeztem a közútkezelőnek a vezetőit, hogy ez az útszakasz, és itt nem csak a Tapolca-Nyírád közti útszakaszra gondolok, hanem Tapolcától egész Devecserig megy ez az útszakasz, és ugye a Pusztabiske között is nagyon rossz ez az útszakasz. Ez körülbelül 3,2 milliárd forintos beruházás lenne a teljes útszakasznak a felújítása. Azt gondolom, a topos pályázatokban van erre hely, hogyha már maga a közútkezelő a saját költségvetéséből ezeket a forrásokat nem tudja előket teremteni, ami egy közel 100 milliárd forintos össznagyságrendbe gazdálkodik, akkor úgy gondolom, hogy vannak olyan topos források, amiből ezeket meg lehet oldani. Ugyanúgy, ahogy megoldják például a Nagyvázsony Vigánt-Petent közötti, tehát ez a régi út, ami ugye még az ilyen szerpentin, hegyi szerpentin, az felújításra kerül, bár az autóforgalma nem hiszem, hogy olyan nagy lenne, mint a Tapolca-Nyirádi útszakasz. Maradva mi mindig a fejlesztéseknél, illetve a szükséges fejlesztéseknél, ugye beszéltünk itt már a Sümegi iskolának a helyzetéről, ahol szintén nagyon rossz az állaga az iskolának. Ezügyben is próbált eljárni, lett is belőle ugye kisebb skandalum. Nem tudom, hogy sikerült-e valamit elérni. Igen, azóta, hogyha jól tudom, 5 millió forintos tételben megújulnak a mellékhelyiségek, a vizes blokkok. A gyújtó szakosztály, amit megigényelt 5 millió forintos keret, azt használják most fel. A másik rész, amit ugye a tankerület kiadott, ez az EFOP-os pályázat, hát arról még nincsen hír, hogy az a keret az megnyílt volna, vagy mekkora az a részösszeg, amelyet az iskolának felajánlanak, vagy megpályázott az iskola, de azt gondolom, hogy ez az 5 millió forint egy része arra lesz elég, hogy ezeket a vizes blokkokat felújítsák, és jobb minőségűvé tegyék, hiszen azért majd van ott egy-két olyan öltöző például, amelyeket fel kell újítani, és erre szolgálna ez az EFOP-os pályázat, amely pályázati forrás még nem indult el, most van a pályázati szakban. Maradva iskolánál, és már immár Ajkán, itt is felmerült egy elég súlyos probléma, mégpedig a zeneiskola problémája. Nem tudom, hogy a nézők mennyire tájékozottak, de a zeneiskola egyik épülete, C-épülete szó szerint életveszélyessé vált. Innen ki kellett költöztetni, itt órákat nem lehet tartani. Ki kellett költözni, és a tankerület elképzelése az lenne, hogy a zeneiskolát átköltöztetik a Bródy gimnáziumba. Na most nyilván is sok mindent kellene tudni ahhoz, hogy ez mennyire megvalósítható, de itt most az ön véleményére lennék kíváncsi, képviselő úr. Nem tudom, mennyire ismeri ezt a történetet. Hát nagyjából ismerem, azért beszélgettem szakemberekkel, én is megnéztem ezt a riportot, és teljesen mindegy az, hogy most Tapolcáról, Sümegről vagy Ajkáról beszélünk, vagy az ország bármely városában, mindenhol találni sajnos ilyen épületeket, amelyek az elmúlt időszakban nem lettek felújítva, vagy az időjárás viszontagságai miatt ilyen állapotba kerültek, és hogyha
hogyha jól hallottam, akkor itt a talajvíz okozta ugye süllyedés és életveszélyessé vált ez az épület, és ha jól tudom, az igazgató úr záratta le, hiszen ez már tényleg tanításra. Itt volt egy árvíz ugye pár évvel ezelőtt, ami hatalmas sorámosta a szerkezete megjólt, tehát ezért lehetett az alapba is ez a süllyedés, és ezáltal elnyíltak a falak a mennyezettől, tehát valóban egy életveszélyes jó meglátása volt az igazgatónak. De azt gondolom, hogy elsősorban azt kellene megvizsgálni, hogy azon a helyszínen, ahol eddig folyt a zenei oktatás, azon a helyszínen továbbra is megvalósítható-e valamilyen formában. Addig, amíg egy új épületet építenek a régi helyére, mert ezt már véleményem szerint, sőt, ahogy a szakemberek is elmondták, ezt már felújítani nem érdemes, hiszen annyira elrongálódott a szerkezete, hogy ezt felújítani nem érdemes, egy újat kell építeni. Most, hogyha a gimnáziumba költöztetik át, ott azért meg kell nézni, hogy mekkora a helyigénye magának a zeneiskolának. Tehát azért itt többfajta szak van, amelyet, és Tapolcán is megnéztem, tehát hogy működik, ott is egy külön épületben működik. Külön épületben működik azért, mert egy hangszigetelésre van szüksége, olyan speciális hangszigetelésre, amelyet nem minden iskolában lehet megoldani, vagy ha megoldják, akkor bizony nagyon nagy pénzekből. És akkor még ott van a koncertterem kérdése, tehát nem minden iskola tudja azt megtenni, hogy egy koncerttermet kiállítson, akkor az igazgatónak külön szoba, tanári szobát, több tantermet biztosítani a szakonként, ugye nem mindegy, hogy szolfésre hova jár, akkor hol gyakorolják a klarinétot, a fuvolások, hol, a dobosok hol tanulnak, a zongorának a kérdése, lefelhurcoljuk, hogyha a földszinten tudnak csak ilyen koncerttermet biztosítani, mert hogy az emeleten nagyon nehéz, ahogy ismerem azt a gimnáziumot, az is biztos. Tehát, és ez mind a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen. Azt gondolom elsősorban, és ez az én véleményem, hogy itt a két partnernek, elsősorban az önkormányzatnak, illetve a tankerület vezetőjének kellene leülni, és egy közös álláspontot kialakítani, hogy ki mibe tud hozzájárulni ahhoz, hogy a régi, megszokott helyén folytatódjon tovább az oktatás, hiszen ott vannak a szülők, akik ugye viszik minden nap oktatásra a gyermekeiket, ők is megszokták ezt a helyszínt, a gyermekek is ugyanúgy megszokták ezt a helyszínt, és azt gondolom, hogyha változtatnak, és nem tudják megadni azokat az eddig elvárt lehetőségeket az oktatásra, amik fennálltak az eredeti helyszínen, akkor ez úgy gondolom, hogy még egy tanulói létszámcsökkenést is okozhat, és ez a félő, hogy elviszik innen a gyerekeket, abba hagyják az oktatást. Én azt gondolom, hogy mindig a lehető legegyszerűbb megoldást kell választani, és hogyha emlékezeteim nem csalnak, akkor a TAO-s pénzeknek a felhasználása most a kultúrában, és itt ugye a zenében itt most lehetséges. Tehát egy TAO-s forrásnak a bevonásával egy épületet fel lehet ott húzni. Most a pontos összeget azt nem tudom, mert ez egy 100 négyzetméteres épület volt, körülbelül ugyan mi megrongálódott, de feltételezem egy ilyen 70 vagy 100 millió nagyságrendű összegből egy ugyanilyen épületet fel lehet húzni. És hogyha maradhat a helyén, és hogyha jól hallottam, már van olyan felajánlás önkormányzat felül, hogy addig egy területet biztosít is az önkormányzat, akkor ezt ki kell használni. Tehát ez a lehető legegyszerűbb, és akkor nem kell költözködni a legbonyolultabbat, és ugyan gondolom, hogyha átköltöztetik a Bródy gimnáziumba, akkor egy fopos pályázatból ugyanúgy megpróbálnák ezt felújítani, és lehet, hogy az egyszerű megoldást meg elhalasztják. Képviselő úr, hogyha, és lehet, hogy most elébe megyek a kérdésnek, de ha önt megkeresik ezzel a problémával, ön mellé tud állni, tudja természetesen, támogatni? Természetesen, ezt? Hiszen ugye ez nem politikai kérdés. Ez annak a kérdése, hogy a gyerekek a megszokott helyükön, a lehető legjobb helyen, és a szülők megelégedésére, illetve a tanárok megelégedésére folytathassák azt a tevékenységet, amelyet elkezdtek már több évtizede. Én úgy gondolom, hogy ahogy Tapolcán is megoldódnak problémák, így Ajkán is nagyon szívesen minden egyes olyan dolognak mellé állok, ami pozitív és elősegíti akár a város életét, akár a szülők életét, vagy a gyerekek tanulási lehetőségét. Lépjünk át egy egészen más témára, azért, ami nem kevésbé fontos és sokakat érint. Önök felvetették azt, hogy a 40 év munkaviszony után ne csak a nők, hanem a férfiak is mehessenek nyugdíjba. Most képviselő úr, eszembe jutott egy olyan dolog, nemrég olvastam azt, hogy a mikorosztályunknak már nem biztos, hogy lesz, aki kitoljon minket a nyugdíjas otthonnak a teraszára, mert elfogynak a fiatalok, de az biztos, hogy nem lesz, aki vissza is húzzon. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt így kicsit lefordítva figyelembe vesszük, ugye nőne jelentősen a nyugdíjasok száma, ha a férfiak nagyon érnek.
kevesebb a dolgozó. Ki fogja eltartani őket? Mik az elképzeléseik ezzel kapcsolatban? Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon jó a meglátása. Tehát ez egy több lépcsős. Ebből a férfiak 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségére volt egy politikai vitanap a parlamentben, amelyet ugye mi kezdeményeztünk. Fidesz ágált ellene, a Szocialista Párt azért támogatta, mert ő is látta azt, hogy ha megnézzük az átlag életkort a férfiaknál, az nagyon alacsony. Tehát a nyugdíjas kort vagy nem érik meg, vagy nagyon minimális az a nyugdíjban eltöltött, és úgymond egészségben eltöltött idők száma. Az, hogy ez lehetséges legyen és megvalósuljon, ennek költségvetési vonzata van. Nem is kicsi. Költségvetési vonzatot akkor lehet előteremteni, ha van az a réteg, aki azt a költségvetési tételt kitermelje. Hát ezért kérdeztem, hogy is van. És ezért mondtam, hogy ez több lépcsős és nagyon sokrétű. Tehát ahhoz, hogy ennek a feltételét megteremtsük, ahhoz az kell, hogy a fiatalokat itthol tartsuk. Ahhoz, hogy a fiatalokat itthol tartsuk, a bérúniót nekünk meg kell lépnünk, ugye amiből most volt múlt héten egy vita nap, amelyet ismét csak megvétózott a Fidesz, mert azt mondta, hogy mi adót akarunk emelni. Nem. Mi azt szeretnénk, hogyha uniós bérek, vagy unióhoz hasonló bérek, és szerintem ezt már itt a televízióban elmondtam többször is, hogy azért az elvárható, hogyha az árunió az már megvalósul, tehát az árak azok körülbelül hasonlóak, mint Ausztriában, Németországban, vagy az Unió más tagállamában, akkor az is elvárható legyen, hogy hasonló bérezést kapjon egy asztalos, egy ács, egy tanár, egy egészségügy dolgozó, egy rendőr, egy köztisztviselő. És hogyha ez megvalósul, mind egységes, akkor természetesen elvárható az is, hogy a férfiak 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonulhassanak. De ehhez az kell, hogy mind az egység meglegyen a költségvetési oldala, akkor lehetséges ez. Én szerintem ez máshogy nem megy. Szóval egyik napról a másikra nem fog menni. Nem, de hogyha feladjuk az elveinket, akkor mit sem ér az a küzdelem, amit elkezdtünk. Egyébként nekem rendszeresen az jut eszembe, amikor arról hallok, hogy arról beszélgetünk önnel, akár vagy bárkivel, hogy uniós bérek, hogy a multik, legyen az bármilyen jellegű autógyártól, autógyártástól a nagykereskedelemig, kiskereskedelemig, bárki azért jön ide, mert itt alacsonyak a bérek. Megemeljük a béreket európai szintre, fogják magukat egy ország odébb állnak. Ez így van, és ugye, hogyha megnézzük az elmúlt 27 évben, sőt, akkor nem csak azt nézzük, amióta beléptünk az Unióba, egyetlen egy miniszterelnökünk se volt olyan, aki odament az Európa Bizottság elé, rávágott az asztal, hogy kérem, beléptünk az Unióba, eltelt X idő, most már kérjük azt a felzárkóztatást, amitől a mi állampolgáraink is hasonló bérezést kapnak, mint az Unióba. Nem, erre mit tett ugye Orbán Viktor? Kiment az arab emirátusokba, és hogy jöjjenek ide hozzánk, itt nagyon olcsó a munkaerő, sőt, hogyha baj van, akkor a munkatörvénykönyvét nagyon rugalmas, és meg tudjuk változtatni. Mert neki nem célja az, hogy itt a bérek emelkedjenek. Viszont nekünk az a célunk, hogy a fiatalok ne menjenek itthon, maradjanak, itthon éljenek meg. Ehhez viszont az kell, hogy a béreket felzárkóztassuk az uniós szinthez. És ehhez most már sikerült 8 tagállamnak az együttműködését összehozni, és egy közös dekrétumot tudunk letenni 1 millió aláírása, így már a bizottságnak foglalkoznia kell ezzel. Viszont akkor nem is jönnek ide a külföldi nagy cégek, vagy elmennek innen, hogyha itt... Hát hova tudnak menni tovább? Tehát még Kárpátaljára tudnak, még csak ott azért most ugye elég instabil a helyzet, hogyha finoman fogalmazok, és azért a multinacionális cégek, és hogyha autógyártásról beszélünk, azért megnézik azt, hogy hol jó a munkaerő, és hol biztonságos a környezet. Tehát egy háborús környezetben, ahol ingoványos nagyon a mindennapi politikai légkör, ott azért nem biztos, hogy annyira szerencsés egy nagyobb beruházás megvalósítani. Lásd, a dél-amerikai államokban annó hiába épültek nagy cukorgyárak, és azt mondták, hogy azt magánkézbe adják, és majd az államnak visszacsorgatnak valamit. Hogyha nem tetszett az állami vezetőnek, akkor egy katonai embargó kapcsán elfoglalta azt a cukorgyárat, és azt mondta, hogy innentől ez az állami. Tehát ez a multiknak ez nem hiányzik egy ilyen. És most ilyen világot élünk sem. Képviselő úr, egy kicsit körülnézve az önök a Jobbik házatáján,
Nekem úgy tűnik, hogy mintha egy ilyen passzív rezisztenciába vonultak volna az utóbbi időben. Gondolok, itt mondom a konkrét ügyeket, mindjárt például nem jelöltek ki köztársasági elnököt önök. Volt ugye itt a civil törvény benne a CEU Közép-Európai Egyetemnek az ügye, amin nem szavazott a Jobbik. Tehát most akkor olyan az álláspont önöknél úgy abban, hogy ne csináljunk semmit, akkor nem csinálunk bajt, vagy mi van? Nem, egyébként nagyon sok ember így látta, de hogyha ezt már szóba hoztuk, akkor ezt érdemes kibontani. Tehát az államfőjelölés, a Jobbik mindig is következetesen azt mondta, hogy ne a parlamenti pártok állítsanak államfőt, hanem állíthatnak államfőt, de az ne bent a parlamentbe történjen róla a szavazás. Először egy kétharmados, majd ha kétharmados nem megy át, akkor egy egyszerű feles törvény szavazással bárki, tehát akit az aktuális kormánypárt most jelen pillanatban a Fidesz kijelölt, Áder Jánost, hogy akkor újrázzon. Mi azt mondtuk mindig is, hogy azt a nép válassza. Minden egyes párt állítson fel államfőjelöltet, és akkor arról legyen egy államfői vita, és utána a nép viszont szavazzon róla. Nem ez történt. Ugye jelen pillanatban ugye a Jobbik létszámilag nem áll akkora létszámfölénybe, hogy egymagába államfőjelöltet tudjon állítani. Ezért ebben a folyamatban nem is akartunk részt venni, hiszen a régi álláspontunkat képviseljük, hogy ebben nem veszünk részt, a népnek kell választani, és nem bent ülő parlamenti pártoknak. Tehát ezt már mindenki tudta, amikor elkezdődött Majtény és Áder között az úgymond a párbeszéd, és mindegyiknek volt egy 15 perces felszólalása. Mindenki tudta már, hogy mi lesz a vége. Az első kétharmados el fog bukni, és utána egy felesel Ádert újra fogják választani. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat, ez rossz, ezt meg kell szakítani, vissza kell adni a népnek, hogy ő dönthesse el azt, hogy ki legyen az államfőjelölt a következő 5 évben. Ezért is nem vettünk részt. A CEU szavazás, ez is egy érdekes dolog. Nagyon sok ismerősömmel beszélgettem. Az elmúlt 20 évben megkérdezett, hogy hallott-e a CEU-ról, azt se tudta, hogy mi ez most a napokban, egy héttel ezelőtt kezdett el utána nyomozni, és eddig ő még nem is hallott erről az intézményről, ahogy nagyon sok kormánypárti képviselő sem, csak most egy héttel alatt szerintem a bizottsági üléseken, és ott nézett utána, hogy mi is ez a CEU. Ott nem nyomtuk gombot, mert véleményem szerint, sőt a párt véleménye is úgy egybehangzó volt, hogy mi se Orbán mellé, se Orbán háborújába nem kívánunk beszállni, se Soros mellé. Tehát ez egy... De pontosan ezért aztán önöket ért az a vár, hogy a Soros mellé álltak, mert nem szavaznak. Tehát nem szavaznak, de ugye most az Alkotmánybírósághoz ugye azért, hogy vizsgálják az egész törvénynek az alkotmányos jellegét, azért azt mi aláírjuk, hiszen az alkotmányosság rendje mellett állt mindig is a Jobbik, és nem Soros mellé állunk, bár most valószínű megkapjuk majd, hogy Soros pártiak vagyunk, de azért... Már megkapták. Megkaptuk. Hát ez jó, ez mindig. Eddig ugye Simicska, most Soros, sőt, még nem tudom még ki, de ugye az az érdekes, és hogyha megnézzük az elmúlt pár hónap eseményeit, azért mindig egy-egy ellenségképet kellett kiállítani a kormánynak, hogy valakivel harcoljunk. Harcoltunk a migránsokkal, mert azt aktuálisan betereltük őket, harcolunk most Sorossal, harcolunk, sőt, már Brüsszellel is, de lehet, hogy most már az Amerikai Egyesült Államokkal is, mert itt most már mindenki mindenkivel harcol. És ugye érdekes, hogy mindig Soros által támogatott civil szervezeteket vagy iskolákat támad. Személyében Soros Györgyöt soha nem, egy-egy mondatban kijelentik, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ha ilyen elhangzik, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy mivel a magyar állampolgár az állampolgárságát nem lehet megvonni, akkor miért nem állítjuk bíróság elé hazárulásért vagy nemzetellenes cselekedetért? Ja, mert nem merjük. Ja, azért, mert a Orbán Viktor is Soros-féle pénzeken tanulta, hogy Soros ösztöndíjas volt. Azért nem. Ugye ez azért ez egy érdekes kérdés, meg az is, hogy most már kezdenek a CEU mögül is kiállni. Tehát ez egy messze áll tőlem az elmélet, az gender elmélet, amit egy-két szakán ott oktatnak ugye a CEU-nak. Itt az eljárásrend azért az nagyon durva, hogy egy nap alatt egy ilyen törvényt meghozni, olyan törvényt, amit képtelenség betartani az intézménynek, és ezt ugye az amerikai külügyi államtitkár is kifejtette, hogy ő nekik ehhez úgymond beleegyezésük, aláírási joguk nincsen, ezt az intézménynek és a magyar államnak kell egymás között lerendezni, sőt hatályon kívül helyezni ezt a törvényt. Ezért mondtuk azt, hogy aláírjuk azt a kezdeményezést, ami az Alkotmánybíróság felé szól, hiszen itt gyorsabb elbírálást fognak kapni, mert ezt az iskola is kezdeményezhette volna jogilag, sőt ugyanúgy kezdeményezheti az Európa Bizottság felé is. Azt gondolom, hogy egy demokráciában ilyen
régi, sötét, kádári rendszert visszaidéző dolgokat tenni nem éppen demokratikus jellegű. Sőt, én azt mondom, hogy ez már inkább diktatúra. És azok a fiatalok, akik kimentek ellene tüntetni, tehát hiába bárhogy megbélyegezhetjük őket, de nem gondolnám, hogy 80 ezer diák az mind a CEU-ra járt, és a pécsi rektorok és oktatók között is mind CEU-s lenne, és a pécsi diákok is mind oda járnak. Ők az eljárásmódot kifogásolták, hogy így érdekes módon bármilyen intézményt el lehet lehetetleníteni. Civil szervezetet is. De akkor nézzük már meg a Magyarországon működő magyar államforintokból működtetett úgymond civil szervezetet, ami a gyerekéhezés miatt jött létre elsősorban, és most már politikai befolyásoltsága van, sőt befolyásol embereket politikailag, ott van a CÖF. De ha a civil törvényt is meghozzák, hogy azt is ráfogják, ugye most Soros György a patás ördög, ugye ez nagyon jó, hogy ő most a patás ördög, de hát az ördögnek mindig van egy olyan, akit kitanít egy ördög fiókája, hát ez akkor maga, aki az ördög fiók, akkor maga Orbán Viktor. De hogyha ezt a civil törvényt is átnyomják a parlamenten, akkor ugyanaz a veszély megvan benne, mint ebbe a CEU-s törvénybe. Például megnézzük az erdélyi magyar főiskolákat, egyetemeket, amik magyar államforintokon működtetünk. Most a román államfő gondol egy, hopp, köszönjük ezt az ötletet, akkor megszüntetjük, vagy ellehetetlenítjük azt az iskolát. Ja, hogy jött egy ilyen civil törvény, akkor az ott működő magyar civil egyesületeket, akkor szüntessük meg, vagy gátoljuk meg az ő tevékenységüket. Mind-mind a határon kívüli civil egyesületekkel és iskoláinkkal szúrunk ki ezzel a törvényen, azt gondolom, mert ugye ez sajnos visszájára is elsülhet. Képviselők fognak szavazni civil törvény? Még frakcióálláspont nincsen, tehát még magát a civil törvényt én nem is láttam, tehát így nem tudok róla nyilatkozni. Visszatérünk rá, és akkor kielemezzük. Egy hónap múlva folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Megtisztelő.